December 10-én este 6 órától 10 óráig jégdiszkó várta a szórakozni és egyben sportolni vágyókat az Ajkai jégcsarnokban. A rendezvényen a résztvevők száma minden eddiginél magasabb volt. A jégdiszkó korhatártól függetlenül várta a fiatalokat és az idősebbeket egy jó hangulatú szórakozás reményében. Leggyakrabban a 14-18 éves fiatal korosztály jár hozzánk, de mindenki számára szervezünk ezeket a rendezvényeinket. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ez lett az Ajkai jégcsarnok történetének legnépszerűbb rendezvénye. Közel 500-an vannak most a jégen. Egy sztár fellépőt is hívtunk mára, Szecsei, aki a fiatalok körében nagyon népszerű DJ zenél most éppen itt mögöttem. Mi az, amit még kínáltok a jégdiszkó során a fiataloknak? Elsősorban szórakozási és nem utolsó sorban sportolási lehetőséget, hiszen ezt a két dolgot itt össze tudják kötni nálunk. Fénysóval, nagyon jó hangtechnikai rendszer van ilyenkor felépítve a jég közepén, illetve a jég közepén egy Star DJ-t kocsiászhatnak körbe most. Nem számítottunk ekkora érdeklődésre, nagyon nagy sztárként fogadták, és nagyon nagy örjöngés volt a jégen, amikor a színpadra lépett Szecsei. Hogyha valaki közben megéhezik, megszomjazik, akkor tud-e itt valami jót enni, inni nálatok? Igen, eddig is tudott, most annyival bővültünk, hogy még egy büfét nyitottunk, a nagy érdeklődésre volt tekintett, így akár a jégpálya mellől is tudnak frissíteni magukon. Akik elfáradnak, van-e lehetőségük egy kicsit melegedni, illetve pihenni, hiszen este 10 óráig tart a jégdiszkó? Igen, egy melegedőt biztosítottunk. Az a tapasztalat egyébként, hogy nem sokat ülnek le, szinte végigkorcsiázzák ezt a 3 órát, akik eljönnek erre az eseményre. Akik most erre a jégdiszkóra eljöttek, azok egyébként is vendégei a jégcsarnoknak? Tehát olyanok jöttek ide, akik egyébként is rendszeres látogatói a közönség korcsolyának? Igen, azt kell, hogy mondjam, akik jönni szoktak, azok most is itt vannak, viszont ilyenkor jóval nagyobb a merítés. Ajka 30-40 km-es körzetéből is, Jánosházáról, a Balatonparkról, Sümegről messzebbről is érkeznek ilyenkor hozzánk, úgyhogy hál' Istennek népszerűek ezek a rendezvényeink. Közeleg az év vége, szerveztek-e hasonló programokat itt az Ajkai jégcsarnokban? Igen, jövő héten vasárnap 18-án a Hangadók zenekar fog itt fellépni nálunk, 4 órától 7:30-ig fognak zenélni a jégen. Ezen kívül december 30-án egy újabb jégdiszkóval, egy előszilveszteri jégdiszkóval várjuk az érdeklődőket, illetve a két ünnep között és a téli szünet meghosszabbított téli szünetben január 8-ig minden nap nyitva leszünk, és minden nap várjuk közönség korcsolyára az ide látogatókat. Akiknek nincs saját korcsolyájuk? Bérlésre van lehetőség, közel 300 pár korcsolyánk van már, úgyhogy mindenki meg fogja találni a számára megfelelő korcsolyát.